A hazai periférián lévő területek gazdaságfejlesztése kerüljön a szakpolitika fókuszába. Ezen dolgoznak a helyi iparkamarai szervezetek már évek óta, mondta stábunknak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Rabszabolcs szerint ez a munka most új fordulatot vehet. Tavaly elindult a gazdasági minisztérium támogatásával a kamarai rendszerben, tehát minden területi kamara esetében egy periféria fejlesztési projekt, amiben mi összefüggő komplex tanácsadási rendszert biztosítunk a vállalkozások részére, ami térítésmentes. Itt az ipar 4.0-tól, az internetes online marketingen keresztül, a pályázati tanácsadástól, a generációváltásig, cégeladásig mindenre felkészült tanácsadók segítik a cégeket. Erről több információt a helyi kamara elérhetőségein kaphatnak az érdeklődők. Ezen kívül személyesen is felkeresik a vidéki vállalkozásokat, cégeket Baranyában. Járjuk a vidéket. Most már, ha jól emlékszem, akkor 6 kis településen tartottunk vállalkozói fórumot. Ezek nagyon fontosak számunkra, mert közvetlenül azonnal egyirányú visszacsatolást kapunk. Részben a kamarai munkáról, részben pedig azokról a gazdasági problémákról, amikkel ők helyben küzdenek. Minden egyes vállalkozói fórumon az adott település polgármestere is köszönti a cégvezetőket, és utána az előadásokat követően a tapasztalat az, hogy egy nagyon jó beszélgetést, egy nagyon nyitott eszmecserét tudunk folytatni a cégvezetőkkel. A problémák területenként változhatnak, azonban vannak olyan nehézségek, amik általánosak és megnehezítik a cégek, vállalkozások életét, mondja a kamarai titkár. Fuldokol mindenki a bürokráciában. Az energiaárak, az infláció az mindenhol nagyon súlyos és komoly problémát jelentett. Mindenki mindig arra panaszkodik, ami teljesen általános, hogy nincs szakember. Erre kérnek mindenkit, hogy mindent tegyünk meg azért, hogy a visszavándorlás, illetve az elvándorlás csökkentését, azt mi is minden nemű eszközünkkel segítsük. És nagyon komoly probléma, hogy a kereskedelmi és ipari vállalkozások várják a pályázati támogatásokat. Vagyis azokat a brüsszeli forrásokat, amiket jelenleg nem kap meg Magyarország. A szakember azt mondja, ezért más eszközöket ajánlanak azoknak, akik fejleszteni szeretnének. Ezt akár tőkebevonással, vagy a Széchenyi Kártya programmal is megtehetik például, mondja Rabszabolcs. Erre is felhívják a figyelmet a vidéki fórumaikon.